Nem tudom, miért nem tartatom meg. Az az egész senkén nem lógtam. Úgy találtam az út szélén. Nem csináltam vele semmi rosszat, csak simogattam. A kissé együgyű Leni szerepét alakítja Katkó Ferenc a Jókai Színház legújabb drámájában, a másik főszereplő Csomós Lajos, George karakterét formálja meg. Az Egerek és emberek című drámát Pataki András állította színpadra Békés Csabán, azt mondja, szívesen nyúl John Steinbeck művéhez. Amikor 2-3 évvel ezelőtt Sopronban megrendeztem, akkor nagyon érdekes analógia volt az, hogy Sopronban 15 ezer ember naponta elmegy Ausztriába dolgozni. Túl vagyunk egy világválságon, ez végül is a világválság vonal most is itt van a nyakunk körül. Az emberek rabszolga sorsszerű létezése mindenképpen olyan analógiákat ad az ember elé, ami újra gondolás tárgyává tudja tenni ezt az egyébként valóban megkapó, nagyon szép drámai tartalommal bíró, megragadó szöveget. A darab különlegessége, hogy a színészek mellett egy kutya is szerepet kapott benne. Johnny egy másfél év körüli keverékkan, ez idáig pedig a békéscsabai állatmenhely lakója volt. A rendező úrnak volt a gondolata, hogy ennek kapcsán miért nem próbálunk meg egy aranyos, jó szándékú kutyának egyben gazdát is találni. A darab kapcsán nem tudunk-e megmenteni a menhelyről egy kutyát, nem tudjuk-e egy közösségbe behozni, nem tudunk-e neki egy új teret adni, és nem tudunk-e egy új gazdát találni. És vevők voltunk erre a kezdeményezésre, főleg így, hogy rendező úr elment a menhelyre, kiválasztotta, hogy melyik az a kutya, amelyik erre alkalmas lehet, sok energiát fektetett abba, hogy ezt a kutyát a közösséghez szoktassa, és mi meg sok energiát fordítunk arra, hogy megtaláljuk a legjobb gazdáját. A kutyának Katkó Ferenccel van a legtöbb szerepe, aki viszont gyermekkora óta fél a kutyáktól. Félek a kutyáktól sajnos, de azt hiszem, hogy a darabban szereplő kutyával már úgy, ahogy megbarátkoztam. Tehát jelenetben megpróbálom nem kinyilvánítani a félelmemet. Honnan ez a félelem, erről mi tudhatunk? Ez egy régebbi történet. Rám támadtak kutyák, és az annyira bennem maradt, hogy egyszerűen akárhányszor kutya közelébe kerülök, tehát ez automatikusan előjön. A darabot november 28-án mutatják be a Békéscsabai Jókai Színházban. Az állatot a bemutató után örökbe adják majd. Az Egerek és emberek című színműben több alkalommal orgona is felcsendül, amit élőben nem más szólaltat meg, mint a Skorpió együttes volt tagja, Pap Gyula.